A János írása szerint evangélium 4. fejezetéből emelek ki, tehát a samáriai asszony történetéből a következő igeverset. Jézus így válaszolt neki: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Eddig a kiemelés. Jó lesz-e, ha a napelemek egy bizonyos részét fektetve szereljük fel, kérdezte a mester tőlem, és majd hová szereljük fel az invertert. Nagyon kedves fiatal emberek voltak, akik kérdezték, örülök is, hogy előtte kérdezték meg, mielőtt nekiálltak a napelem telepítésnek. Ezek teljesen átlagos hétköznapi kérdések voltak, látszott rajtuk, hogy már sokszor feltették sok kliensnek ezt a kérdést, semmi gond nincs ezekkel a kérdésekkel, pusztán csak annyi, hogy ezeket a kérdéseket nekem tették fel. Nekem, aki azért nem feltétlenül vagyok szakértője ezeknek a kérdéseknek. Én nem értek ezekhez a kérdésekhez. Ezért mit csinál ilyenkor az ember? Hát úgy megpróbál okosan nézni a kérdező szemébe, de közben a fejébe zakatolnak a kérdések, sőt az a bizonyos pumpa is egyre jobban megy föl benned, hogy miért kérdeznek tőlem ilyet? Nem értek hozzá. Hát én is tudnék tőled kérdezni, és ugye lejátszanak a fejedbe ezek a gondolatok. Mondjuk el tudnád-e mondani a Szent Háromság dogma fejlődését az első évszázadokban? Ugye, hogy nem tudod elmondani. Én is tudok ilyet kérdezni, meg tudom kérdezni tőled, hogy egy lényegű-e Krisztus az Atyával, vagy csak hasonló lényegű? Ezen zsinatokat ültek évezredekkel ezelőtt az egyházatja. Én is tudok ilyet kérdezni. Hát miért nézel így rám, ugye? Na, természetesen, mivel jól nevelt vagyok, ezért nem mondtam ilyen hangosan legalábbis ilyen kérdéseket, hanem igyekeztem amennyire csak lehet okos arcot vágni, ilyen töprengő arcot, hol is lenne a helye legjobban az invertelnek. Azt se tudom, hogy ez vízálló-e vagy sem, verheti-e az eső, vagy fogalmam sincs. Aztán végül a töprengés után kimondtam azt a mondatot, amit senki nem szeret úgy igazából felvállalni, én sem. Kimondtam, fogalmam sincs, nem tudom, nem értek hozzá. És közben bosszantja az embert, hogy miért kérdeznek tőle ilyet. Esetleg úgy nézek ki, mint az új öveges professzor, ugye, aki történetesen pont egy parókián lakik, ez úgy valószínű, meg egy nagy templom mellett. Én egy egyszerű magyar állampolgár vagyok, aki annak idején a középiskolában tanultam fizikát, és annyi közöm van egyébként az elméleti fizika gyakorlatban való megvalósulásához, hogy emlékszem, egyszer egy ilyen házilag készített buherált fűnyíró még otthon megrázott. Na akkor tudtam, hogy a fizika az nem vicc. Tehát ennyit tudok a fizikát, meg esetleg egy lámpát föl tudok szerelni, be tudok kötni, mert ugye a színre szín, olyan, mint a kártyajáték. Miért kérdeznek tőlem ilyet? Nem értek hozzá, frusztrál, bosszant, hogy olyan dologba kéne otthon lennem, amiben nem vagyok. Sőt, egyre frusztrálóbb érzés, hogy körülnézek a világban, és egy csomó olyan dolog vesz körül, amihez lövésem nincs. Egyszerűen nem értem azt a világot, ami körülvesz engem. Hát régen is így volt ez. Vagy csak mára lett annyira összetett és bonyolult a világ, hogy az átlagembernek egyszerűen fogalma sincs az általa használt eszközök, technikai újítások működéséről, és ha az elromlik, ott állsz kiszolgáltatottan, vagy ha válaszolni kéne, nem tudsz. Na, ilyenkor ugye ne fogalmazódjon meg az emberben, mert hogy milyen az ember, én is ilyen vagyok, ne fogalmazódjon meg a gondolat, hogy biztos azért kérdez ilyeneket, mert olcsóbban akarja megúszni, kevesebb munkával akarja megúszni, biztos, látja rajtam, hogy nem értek hozzá, ezért ő már praktikázik, taktikázik ott a fejébe, hogy hát nem ők úgy nem ide szereljük, hanem oda, ez 20 perccel kevesebb, meg 3 dróttal kevesebb. Ugye ilyen azért látják rajtam, hogy nem értek hozzá. Úgy érzem magam, mint az egyszeri kedves hölgy ott a humorban, amikor elviszi az autóját ugye autószerelőhöz, és a következő párbeszéd zajlik le, az autószerelő olajos kezével megtörli a homlokát, és azt mondja, hogy hát hölgyem, ugye ezt a váltót sajnos ki kell cserélni, mert hát elromlott, egy új kell bele. A váltót? Kérdezi a hölgy. Az micsoda? Egyet mondtam, bocsánat, kettő új kell bele. Ugye ott áll az ember, és nem értjük ezt a világot. Na, de az igazi kérdés,
hogy vajon tényleg amiatt kell-e rosszul éreznem magam, elveszettnek éreznem magam, amiről nem tehetek. És akkor egy kicsit forduljunk már komolyabb vizekre. Vajon tényleg olyan dolgokért kell rosszul éreznem magam, amiről nem tehetek? Attól kell rosszul éreznem magam, amihez nem értek? Vagy éppen fordítva kéne lenni, az kellene, hogy nyomjon, az kellene, hogy rossz érzést adjon, amiről tehetek, amiben lenne lehetőségem változtatni, vagy lenne lehetőségem tudást megszerezni, mégse teszem. És ahogy így egy kicsit magamba szálltam, nagyon izgalmas történet után, amit itt elmeséltem nektek, rájöttem arra, hogy teljesen felesleges volt felhúznom magam. Ugyan miért húztam föl magam? Azért, mert nem tudok valamit, ez szégyen. Hát miért kellene mindenhez érteni mindenkinek? Sokkal inkább kellene, hogy zavarjanak azok a dolgok a saját életemben, amivel tudnék mit kezdeni, és mégsem kezdek. Aztán utólag persze azt is beláttam, hogy ennél sokkal rosszabb is lehetne, hogy nekem ilyen kérdéseket tesznek fel, és emiatt rosszul érzem magam. Mennyivel borzasztóbb lehet annak, akit mondjuk azért ér gúny tárgya, azért csúfolják, azért vetik meg, azért közösítik ki olyanért, amiről egész egyszerűen nem tehet. Mint akár ezt a samáriai asszonyt, aki azért csodálkozott azon, hogy Jézus megszólítja, mert egy valamire való zsidó nem áll szóba samáriaiakkal, mert azok ilyen keverék népek voltak, még amikor elvitték a zsidókat fogságba, ott maradt egy valamennyi zsidó, azok keveredtek a bejövő népeket, tehát ilyen fél zsidók voltak, egy hithű zsidó nem áll szóba ilyenekkel. És plusz még volt egy bűne ennek az embernek, ne felejtsük el, nő volt. Óriási hiba. Természetesen erről is nagyon tehet, ugye érezzük, a korabeli rabbinikus hagyomány, irodalom három helyen is mondja, hogy egy férfi nem állhat csak úgy szóba egy nővel, és ez még ráadásul samária is. Olyan szinten élt a zsidókban ez az elkülönülés, hogyha valakinek át kellett menni északról délre, és pont Samária ott középen volt, akkor több 10 kilométert került. Csak ne kelljen átmenni ezeknek a keverékeknek a földjén. Itt van ez az asszony, akit azért ért megvetés egész életében, legalábbis látszólag, zárója, amiről nem tehet. Nem tehet arról, hogy samáriai, és nem tehet arról, hogy nőnek született. Mind a két ok elég lett volna, vagy elég kellett volna lenni ahhoz, hogy Jézus kikerülje, szóba se álljon vele, elfordítsa a fejét, amikor ő is odaért a kúthoz, és nem ezt láttuk. Jézus fáradt volt. Egy hosszú út van mögötte, déli 12 óra van, a nap is süt, a tanítványokat beküldi a városba élelemért, ő pedig vár a kútnál, látszólag feleslegesen, vagy látszólag időpazarlóan, de mi már tudjuk, hogy nem, és egyszer csak a kútnál megjelenik ez az asszony. És Jézus azt mondja neki, adj innom. Erre az asszony meglepetten így válaszol, emlékeztek? Hogyan? Hogy? Hogy te megszólítasz engem? Hát te zsidó vagy, én meg samáriai, nem ismered a saját törvényeiteket? Hogy? Na ebben benne van minden. Ebben az asszonyi csodálkozásban benne van minden, ami mutatja, mi kell ahhoz, hogy az embernek nulla önbecsülése legyen. Ezek a szavak arról árulkodnak, hogy ez már egy megkeményedett nő, ez a holnaptól már nem vár semmit, nézd meg újra és újra, olyanokra hivatkozik, ami az ő életének a nyomorúsága, amiről nem tehet. Nem tehet róla, hogy samáriai, és nem tehet róla, hogy nő. Hogy állhatsz velem szóba egyáltalán? És kiteszi a saját életének a nyomorúságát, mert van nyomorúsága, emlékszem, majd kitérünk rá, eddig csak 5 férje volt még. Ez elég nagy nyomorúság szerintem, de nem ezzel foglalkozik, nem ettől tartja magát szerencsétlenek, hanem attól, hogy samáriai, meg attól, hogy nő. Na hát elérkezünk az igazán fontos kérdésekhez. Vajon tényleg az-e az én legnagyobb bajom, amiről nem tehetek? Vajon tényleg azért kell-e magamat rosszul érezni, amiről nem tehetek? Vagy pedig az én rosszul érzésem oka,
Vagy pedig az, amikor én nem találom helyem az életemben, a világban, vajon annak az oka esetleg belül keresendő? Olyan szívesen kiteszi az ember ezeket az okokat kívülre. Hibás mindenki azért, amilyen nehéz sorsom nekem van. Nem tehetek róla, hogy ez vagyok, az vagyok, ide születtem, oda születtem, mindenki hibás. És valójában a probléma oda bent van. De sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem tehetek róla, nem tehetek róla. Ezek rajtam kívülálló okok. Nem tudok változtatni az életemen, mert ilyen és ilyen múltam van. Nem hiszem, hogy akármelyikünk igazi problémája az lenne, ami nem áll a hatalmában, vagy ami nem áll a hatalmában változtatni. Nézzétek meg, Jézus nem is fecsérel időt arra, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Ezek olyan dolgok, amelyek nem az igazi probléma felé vezetnek. Ezért belevág a közepébe. Csodálatosan kihasznál egy éppen aktuális helyzetet, amiben ez az asszony is van, meg ő is van, ez nem más, mint a szomjúság, és ebből kiindulva, kézen fogva, lelki értelemben elvezeti az asszonyt egy felismerésre. Azt mondja neki Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát, és azt, aki így szól hozzád, adj innom, akkor te kérnél tőle, és ő adna neked élő vizet. Olyan vizet, amiből, ha iszol, soha többé nem szomjazol meg. Milyen csodálatos ez a kép, milyen csodálatos ez a beszélgetés. Abban a fizikai szükségben vannak. Abban szólítja meg ezt az asszonyt is, amiben éppen van. Nem kezd el neki olyan szemrehányóan az életét hánytorgatni, hogy kedves asszony, szóba állok veled, de előbb lássam csak, milyen a múltad. Megfelel a pedig léd, jó vagy? Nem. Van egy élethelyzet, és ebből kiindulva beszél az asszonyhoz. Víz kellene mindkettőjüknek. Ez egy gyorsan csillapítható szükség, már hogyha van víz, de mégis milyen fantasztikus képé és esélyé válik akkor is ott az asszony, és majd utána az egész város számára. Testvérek, hiszem, hogy az Úr Jézus ki akarja használni a szükségeinket. Mi sokszor a szükségeinkben úgy érezzük, hogy az életünk nem tud tovább lépni, beállt az életünk, nincs remény arra, hogy tovább lépjünk, és ezt a sok-sok szükség csak még sötétebbé teszi ezt a képet. Ez is kéne, az is kéne, de már nem tudok többet, nem tudok tovább lenni. És az ember úgy érzi, hogy elfogytam, és nézzétek, milyen szép Jézus kezében ezek a szükségek, ezek csak kiindulási pontok, ezek nem végpontok. Jézus azt üzeni, még az asszony nem érti, Jézus azt üzeni, hogy ha tőlem, ha elfogadod azt, amit én nyújtani tudok neked, akkor valóban gyógyulni fog az életed. Az asszony egyelőre még csak azt gondolja, hogy valami olyan, nem tudom, kifogyhatatlan forrás izét fog neki adni, hogy soha többé nem kell vízre járni a kútra. Nem baj, hogy először nem érti. Nem baj, hogy először így gondolja. Jézus nem hagyja annyiban. Jézus nem akar józsító lenni. Ő nem a képnek akar megfelelni, amit elvár tőle. Egyébként a tanítványok is elvártak volna, ha ott lettek volna. Szóvá is tették, hogy mit áll szóba egy asszony, amikor visszaérnek. Ő nem ennek a képnek akar megfelelni. Ő ki akarja emelni az embert abban, amiben van, és nem érzi jól magát benne. És ha ez a helyzete éppen most neked, akkor számodra ez örömére, akkor ez számodra evangélium. A te helyzeted, ami változhatatlannak tűnik, a számára csak kiindulás. Ebből a szükséghelyzetből, hogy szomjasak, eljutnak egészen odáig, hogy elhangzik az a felismerés az asszony szájából, amit egy nagyon kellemetlen lebukás előzött meg. Mert nincs újraépülés és nincs újraindulás, hogyha előtte nem állok meg, nem nézek bele az én megváltom tekintetébe képletesen, és ott nem hullik le rólam minden állarc, hogy ki voltam eddig, ki vagyok eddig. Lehet, hogy magamnak is hazudtam, lehet, hogy magam előtt sem mertem fölvállalni. Emlékeztek, hogy vezeti föl Jézus ezt a lebukást, hogy így fogalmazza? Hívd ide a férjed. Nincs férjem, mondja az asszony. Igazad van, mondja Jézus. Mert volt már 5, de akivel most élsz, az nem a férjed. Na és ez volt az a pont, ahol fordulhatott volna úgy a történet, hogy az asszony levágja a vizes vödröket,
és elmegy. És azt mondja, hogy most akkor nekiállsz engem ítélgetni? Te most számon akarsz kérni engem? Ki vagy te? Egyáltalán miért állsz szóba velem? És nézzétek meg, nem ez történik. Ott áll az asszony, lehullottak az állarcok, tovább már nem kell játszani, tovább már nem kell külső okokra hivatkozni, hogy nekem miért rossz. Ott a tükör, és belenéz, és azt mondja, hogy igazad van, uram. Valójában ez az én életem igazi nyomorúsága, hogy képtelen vagyok emberi kapcsolatokra. És teljesen mindegy, hogy miért. Teljesen mindegy, hogy milyen trauma érte esetleg régen, vagy kiskorában, vagy mit tettek vele, vagy mit nem, mert azért ennek kell, hogy valami oka legyen, ez annyira égbe kiáltó kapcsolat, képtelenség, amiről árulkodik ennek az asszonynak az élete, és ez már bőven elég arra, hogy még pluszba megpecsételjék, hogy milyen ledél, és ilyen, meg olyan, meg mit tudom én. És nézze, azt mondja, hogy igazad van, uram, ez vagyok én. És valójában ezzel nem tudtam mit kezdeni egész életemben. Nem azzal, hogy samáriainak születtem, meg nem annak, hogy nőnek, ezzel. De uram, úgy érzem, hogy itt a jelenlétedben ezzel is tudok majd valamit kezdeni. És elindul benne egy olyan változás, aminek a vége egy mondat, egy felismerés. Igen, akkor te vagy az, akit vártunk már olyan régóta. Hiszen belém láttál, hiszen túlláttál az állarcaimon, hiszen nem kell már tovább játszanom neked, te csak a messiás lehetsz, a szabadító lehetsz, mert megszabadítottál a valódi bajaimtól és problémáimtól. Az ember legnagyobb lehetősége, hogy Jézus jelenlétének a tükrébe nézzen. Olvassa az igét, és ott magára ismerjen egy-egy ember történetében. Olvasni az igét, és átélni azt, hogy megszólít. Hallgatni az ige hirdetést, és hálát adni, hogy szinte érthetetlen, de rólam szól. Milyen hatalmas érzés felszabadulni a titkaim súlya alól. Milyen roppant felszabadító lehetett az asszonynak, hogy végre találkozott valakivel, aki nem vetette meg őt azért, aki. Sőt, azért, amiről nem tehet. De nem hagyta abban, amiről viszont tehetne. Nem hagyta benne ebbe a tehetetlenségbe. Testvérek, ez történik keresztény emberként velünk. Ez történik, ezt érezzük. Halljuk az Isten igéjét, az örömüzenetet, és nem tudunk ugyanazok maradni, mint eddig. Valószínű ezért is vagyunk itt. Valószínű ez az oka annak, hogy itt vagyunk, mert egyébként mi értelme van ennek? Ha nem az, hogy ott valami belül vonz, hogy valami ott belül megérintődött. Hadd fejezzem be azzal a gyönyörű párbeszéddel, ami a felolvasott történetünk végén elhangzik. A párbeszéd már nem Jézus és az asszony között zajlik, hanem az asszony és a város lakói között, annak a városnak a lakói között, ahová ő is tartozott. Annak a városnak a lakói között, akik róla nagyon jól tudták ezt, hogy már az ötödik férjét is elfogyasztotta. És emlékeztek, mit mondanak neki ezek az emberek, amikor az asszony visszaszalad, és többé már nem akarja titkolni azt, amit úgyis mindenki tud, és elmondja, hogy találkoztam a szabadítóval, és az emberek kimennek, szintén beszélnek Jézussal, és azt mondják ennek az asszonynak ezek az emberek, hogy most már nem a te szabadért hiszünk benne, már nem a te bizonyságtételedért hiszünk benne, te jó ég! Az az asszony, aki eddig olyan életet élt, amilyen, az mégis alkalmas lett arra, hogy az ő szavára mások higgyenek Krisztusban. Hát ez micsoda nagy dolog. Ez az emberi lét fantasztikus magasra helyezése az Isten által. Testvérem, te is lehetsz az, akinek a szavára mások hinni fognak. Ez azt hiszem a keresztény életnek az íve, ami itt van előttünk. Ugyanis amivel befejeződik ez a párbeszéd, az akár bántó vagy sértő is lehetne erre az asszony, hogy akkor én most már nem is vagyok fontos, nem? Mert utána ezt mondják nekik ezek az emberek, hogy nem a te szavadra hiszünk most már, hanem mivel találkoztunk mi is, most már az Jézus szavára, az ő szavára hiszünk benne. És ez nem azt jelenti, hogy innentől akkor rám nincs többet szükség. Ez nem azt jelenti, kedves testvérem, ha te már rátaláltál az Istenre, akkor rád többet nincs szükség ennek a világnak. Éppen, hogy most lesz ezután nagyon nagy szüksége. Ezért kérlek, amikor majd innen elmész,
Kérlek, akár fiatal vagy, akár idősebb, amikor majd innen elmész, tudd, hogy ezzel a küldetéssel kell menned, hogy akár a te szavadra hihetnek a szabadító Krisztusban. Adja Isten, hogy így legyen. Ezért imádkozunk. Urunk Istenünk, talán sokunkat nyomaszt az a világ, ami körülvesz minket. Olyan sok mindenhez kellene érteni, otthon lenni dolgokban, és lehetetlen, és ez a világ már túlnőtt rajtunk, és ez mennyire frusztráló, és hogy ezek a dolgok mennyire el tudják terelni a figyelmet azokról a dolgokról, amihez viszont van közünk, és ez a saját életünk, és a saját emberi kapcsolataink, a házasságunk, a gyermeknevelésünk, a baráti kapcsolataink, munkahelyi kapcsolataink. Urunk Istenünk, ezekhez van közünk. És mégis olyan kevés idő jut erre, mert annyi kérdés zakatol és kapunk folyamatosan, amihez viszont nincs közünk. Ezért hálát adunk a mai Isten tiszteletért, hogy most ráirányítottad a figyelmet a lényegre. Köszönjük Istenünk, hogy mi is belenézhetünk a te igéd tükrében. És ott megláthatjuk azt, akik vagyunk, és mégsem kell ezután senkinek érezni magunkat, pont ellenkezőleg. Micsoda felbecsült értéke lesz az életünknek. Urunk, így szeretnénk betölteni a mi küldetésünket. Keresztjén emberként hadd járjunk, eljünk így ebben a világban, hogy a mi szavunkra mások hozzá találjanak. Köszönjük ezt a gyülekezetet, mert ennek a gyülekezetnek is ez a megtartója és az alapja, a fundamentuma. Az, hogy megismertünk téged, és ez kihatott az életünkre. Urunk, különösen hálát adunk most a presbitereinkért és presbitereink családjaiért. Köszönjük, hogy őket kiválasztottad. Hisszük, hogy ez több, mint emberi akarat. Legyen áldás az ő életükön, és az ő munkájukon keresztül ennek a gyülekezetnek az életén is hadd legyen áldás. Legyen áldás családjaikon, legyen áldás közösségeiken, munkájukon. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk őket, és mint gyülekezet gondolhatunk rájuk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.